Hölgyeim és uraim, ma Mama Anarchia legbüszkébb tanítványairól fog szó esni. Nestor Machnóról és az anarchista fekete hadseregről. Nos, ebben a sorozatban olyan történelmi témákat ismerhettek meg általam, amelyekről hát a történelem könyvek sem és alapból az emberek sem nagyon beszélnek. Ismeretlen, de annál sokkal izgalmasabb pincéi fognak elétek tárulni a történelemnek e sorozat után. Ma egy ukrán gerilla hadvezérről lesz szó, aki az orosz polgárháború ideje alatt tevékenykedett a mai Kelet-Ukrajna területén. Az általa ellenőrzött ország részt, ami igencsak nagy volt, szabad területnek nevezte el. Az anarchizmus és saját ideológiájának a keveredéseiből jött létre az úgynevezett machnoizmus, és ez a machnoizmus alapján vezette ezt az országrészt is, támaszkodva a több mint 100 000 fős, főként parasztokból álló hadseregére. De mégis mi a fede történt Ukrajnában, hogy egy anarchista gerilla vezér országot alapíthat? Mint azt tudjuk, 1917-ben kitör a nagy októberi szocialista forradalom, és lényegében ezután beszélünk az orosz polgárháborúról, egészen úgy nagyjából az 1922-23-as évekig. A szokásos színfelállás Ukrajnában is jelen volt, itt voltak a vörösök, azaz ugye Lenin hívei, a bolsevikok, itt voltak ugyebár a fehérek, a régi cári rendszer támogatóak, akik ebben az időben inkább már a Kerenszky-féle köztársaság elméletben hittek, de a tábornokaik tény is való, hogy még mindig a cári tábornokok voltak. Ukrajna területén jelen voltak az ukrán nacionalisták is, valamint mivel a mai Ukrajna területéről beszélünk, és így Nyugat-Ukrajnában, hát túlnyomó részben lengyelek laktak, így bizony a lengyel hadsereg is beavatkozott ezen a hadszíntéren is. Jobban szólva inkább úgy mondanám, hogy elért idáig Lengyelország. Némileg jelen voltak a zöldek is, de akik nagyon fontosak nekünk, az az anarchista fekete hadsereg. Az egész ország Nestor Machno köré épült, annyit érdemes róla tudni, hogy 1905-ös forradalomban is tevékenykedett, itt még anarcho-kommunistaként, miután megbukott, továbbra is megmaradt ebben a mozgalomban, több merényletet vitt véghez gazdagok és a burzsuázia ellen, ami miatt egyszer halálra is ítélték, ám mivel ekkor még fiatalkorú volt, csak életfogytiglani börtönbüntetést kapott. Szabadulását az 1917-es forradalom jelentette, ekkor ment haza Ukrajnában, és itt kezdett el szervezkedni az ukrán és orosz parasztság körében. Az egyre nagyobb és nagyobb létszámot magának tudó fekete hadsereg élén több földfoglalást hajtott végre, rengeteg burzsát számoltatott el, vagy éppen végeztetett ki. Mivel hogy a helyi népek 90-95%-át parasztok tették ki, ezért támogatottsága érthetően egyfolytában nőtt. A helyiek szemében egy igazi Robin Hood volt, annyi különbséggel, hogy ő töltényövet viselt. 1919-re érte el nagyjából a 100 000-es létszámot a serege, és első nagy győzelmüket is 1919-ben érték el, amikor is Peregenovkánál fehér haderő egy jól felszerelt hadosztályát, hát enyhén szólva elfenekelik. Azt kell tudni a fekete hadseregről, hogy senki oldalán nem állt. Háborúzott a bolsevikokkal, a fehérekkel, az ukrán nacionalistákkal, mindenkivel. Machno igazándiból hadat üzent az egész világnak. 1919 végén azonban meggyőzték őt a bolsevikok, hogy ez neki is előnyös lehet, hogyha némileg egy gyenge szövetségre lép velük. Machno pedig bólintott rá egyet, utólag már bizonyára ő is rájött, hogy nem lett volna szabad. A fekete báró, azaz Wrangel tábornoknak még ekkor egy hatalmas hadserege volt a Krímen, aminek igazándiból a legnagyobb hátránya az volt, hogy a harci morál szinten nulla, valamint nem volt teljesen jól se felszerelve. A bolsevik anarchista szövetség értelmében közösen támadták meg Wrangel tábornoknak a haderejét, aki vereséget szenvedett, majd ezután kiürítette a Krímet. Ezután Ukrajnában már csak a bolsevikok és az anarchisták maradtak, a vörösek ezután bejelentés nélkül felbontották az anarchista-kommunista szövetséget. Machnot elüldözték, hadseregéből pedig több tízezer
végeztek ki. A bolsevikok felszámolták az utolsó harcoló alakulataikat, lenyúltak egy jó pofa kis anarchista harci járgányt, amit igazániból a vörösök mai napig magukénak vallanak. Ez volt a Tacsanka. Azután már nem vett részt a politikai életben, 1934-ben hunyt el Párizsban tuberkulózisban. Mindenkinek köszönöm a figyelmet, hamarosan jön a következő hasonló videó. Das Wiedersehen!